Happy Shoppy Kinéz, te Happy Shoppy Csábrázatel! Happy Shoppy Csábrázat egyiket, ugye jelentkezek csak előtte egyébként nyitogjuk. Jó kis bor. Jó kis cűvét. Jó kis fehér bor, jó kis főhérre. Bizony. Nagy lényeg, hogy miért nem jelentkeztem, nagyon sokan kérdezték, hogy egy nagy beit Tile. Tile. Hogy nagyba, úgy bizony, tehát. Nasda Robie. Úgy bizony. Nasdinka Robie, nem tudja egyébként, hogy mennyire látszódik. Közelebb is ülök, úgy bizony, de így már jobban látszik. Miért nem jelentkeztem el hónap alatt? Tehát ugye, nagyban Happy Shoppy! Happy Shoppy! A Happy Shoppy egyébként azért nem jelentkezett egy hónapja, de Nalda Rovje, úgy bizony. De ez nagyon között már. Föl is írtam egyébként pár dolgot, hogy bizony. De úgy. Nagyba tragédiák történtek egyébként a családban, már a családomban. Eljött, az még nem tragédia, fölsírtam egyébként pár dolgot üzön, hogy egy héten négyszer voltam egyébként csetoxikálva, de ezt is csetoxikálva be, tehát négyszer voltam egyébként nagyba csetoxikálva be, például a múlt héten négyszer voltam, tehát a hét napból négyet egyébként bevittek nagyba. Azok a rohadt szutykok! Nagy baj, csetoxikálva. Akkor most intézkedek, el fogok inni egy nagy egyébként csöltözködni. Azt is egyébként legközelebb tárgyalni, stb. Úgy bizony, de. Egy putriba fogok egyébként lakni, ahol nem, hogy wifi nincsen, még vellany se lesz amúgy. Ekkor mennem ilyen anyámat egy gyógyíthatatlan halálos betegség egyébként megtámadta, úgy bizony. Most is kórházban van. És az egésznek a lényege, én pedig egyébként itt hagyom nagybe házat, lezerebb, úgy bizony. Tehát nagyba egyébként, mint vándormadár, de ez csvándormadár, mint csvándormadár, el fogok egyébként innen menni egy putriba, egy ilyen összetákolt putriba, ha minden igaz egyébként még tél előtt szeretnél egyébként ezt megcsinálni. Se fűtés, se vellany egyébként nincsen. Éppen ezért gyűjtögetem nagyba birkapaplany. Tehát birkapaplany. Mindenféle gincek, göncök, úgy bizony. Lesz itt gincek, göncök? És az a lényeg, hogy már el is tárgyaltam egyébként a csulajjal.
Csak fölírtam egy pár dolgot, úgy bizony rá. Igen, anyámat elkapta egy gyógyíthatatlan betegség, amiből már nem lesz gyógyulás. És hogy anyám ugyebár most ilyen gyógyíthatatlan beteg lett, nekem pedig lenne étem, már nincsen egyébként semmi köresni való, úgy bizony. A másik. Tehát egy olyan helyre megyek, ahol se fűtés, se vellany, semmi, nem lesz wifi. Tehát körülbelül... Fél évente egyszer fogok jelentkezni, vagy lehet, hogy ő havonta egyszer, ha visszagyűlök ugye a nővéremékhoz. Úgyhogy sajnos, vagy nem sajnos, mennem kell. Még a szüretet megcsinálom, mert már rohad a szőnyege is. Tehát még a szüret az, még hátra van a szüret, úgy bizony. A szüretet megcsinálom, mert nagyon viszik egyébként a darazsak a szőlleit. Tehát a szüretet még megcsinálom itt hull. Azt még megvárom, hogy nem tudom, ez ilyen körülbelül olyan október-november környékén lenne amúgy. Inkább ölcs november környékén, hogy elhagyom e házat. De nem rossz egyébként az a puti, mert gyakorlatilag jó, össze van áll, eszkábálva meg minden. Majd megmutatom aztat is, nagyba egyébként a csabletta. Ugye... Nem lesz egyébként rossorom. A fűtést azt már... Nagyba én már megszoktam, hogy nincsen fűtés, de ez csütés. A vellany dolgot azt még nem szoktam meg. Ugye dinnyésen már a legutolsó dolgokba, mikor a dinnyésen voltam a tanyám, akkor már nem volt egyébként vellany az utolsó egy-két évben. Hát hiába gyertya van, vigyázni kell, hogy föl ne gyújtsam magamra a házat. Ha meg fölgyújtom, akkor meg sült bartos lesz egyébként belőlem, úgy bizony. Sült bartos húsi. Hát mondjuk egyébként nem sok sült bartos húsi lesz, mert most vagyok 50 kiló, de ha magamra gyújtom a házat, akkor sült bartos húsi leszek. Na, de be! A másik. Én rám nem kell mosni. Ez az ing, ami rajtam van, mostan van szeptember. Ez így csötte be! Szeptember vége van már. Már szeptember vége van. Szóval az egésznek a lényege, ez az ing, ez olyan június, tehát júni, olyan három hónapja egyébként hordom ezt az inget, két-három hónapja, mosás és mindenféle ízél nélkül. Én magam se szoktam egyébként se mosdani, se fürdeni, hát ilyen mikor az esővizes hordónál mondjuk ízé, megmosom a hónajamat, azt elnyi, de mindenféle szappany és minden nélkül. Tehát az az egészen a lényeg, hogy nem én vagyok a... De közben meg már beindult az öntisztulás. Öntisztulás! Nagyba az unokahúgyom és a nővérem egyébként, akik így szoktak egyébként így mosni. Tehát mosógéppel, tehát mosómasinával. A kurva kapitalista anyádat, hogy nem gyulladsz már meg az anyádnak a rohadt picsájába, basszott szájba! Szóval az egésznek a lényege, valamelyik nap, úgy bizony, de hát nem indul egyébként a mosómasina.
Tehát a nő mire megy egyébként, mondja, hogy nem indul egyébként B. Mindegy. Az az egésznek a csilényege, már ottan voltak, hogy akkor ezt tett, tehát, hogy egy másik fosógép, de ez is fosógép? Fosógép. Én mondom, hogy én mosógép, fosógép nélkül egyébként egy egész életet egyébként el vagyok. Nagyon szutykos mondjuk az okném. Kidörgülöm az esővizes hordónál, amíg meleg van, akkor kiakasztom, ha meg már nincs egyébként, már hogy süt a nap, akkor kiakasztom, megszárad, ha meg már nem süt a nap, akkor meg nem mosok egyébként zoknaját, úgy bizony. És egy a csirényeg, hogy nem indul be a mosómas a mosodája. Müller, úgy bizony. Tíz házzal csarébb lakik egy fosógép szerelő. De ez is fosógép szerelő? Csosógép szerelő. Egy fosógép szerelő egyébként lakik tíz házzal arrébb itt innen. Nagyban a tösvérem áthívja meg minden méltóságos vállalkozó urat, ugye? Aztán mondja, hogy önnek a fosógépnek semmi baj egyébként nincsen, csak nem volt megnyitva rendesen egyébként a csap. Kérdezi nagyban egyébként a tösvérem, hogy és mennyibe körül ez az egész. 2500 forint. Na menjen ám már rohadt redvás picsába. Én utólag tudta ezt, de elküldtem volna úgy a jó rohadt kurva anyjába, bazd meg, hogy füstült volna még a fasza vége is, bazd ki. Nehogy már nagyon jó tudja egyébként, hogy milyen csállapotban vagyunk, hogy most anyám egyébként leganésodott, most lerohadt, leganésodott. Nagyon jó tudja, és akkor képes körülbelül egyébként 10 pörcér kérni. 10 házzal csarrább lakik, tehát 10 házzal csarrább lakik, és képes ezért 2500 forintot. Tehát van bürke a pofáján, baszki. Van bürke a pofáján, elkérni 2500 forintot, csak azért, mert ő kinyitotta rendesen a csapot. Hát baszki! Hát hol élünk? Hát hunaredvás kurva bűzös picsába élünk. Kapitalista ország? Persze, hogy egy kapitalista ország. Na de ennyire? 2500 forint 10 pörcér azért, mert eltekered egy csapot? Hát nagyon fölkapta már megyékét a hígfost, úgy bizony. Én is most tőlék szar csállapotban vagyok. Üttem a kulcsontamon van egy hajszál röpedés, mert este meg nagyot csrészegem, meg látszik egyébként, hogy a itten is beütöttem a fölemet, stb. Ezt a zseniális fölemet. És nagyon jól tudja egyébként, hogy milyen szarba vagyunk, hogy mostan nincsen víz. És képes elkérni ennyi pénzt. Mert azt mondom egyébként, hogy jó van, kérek 100 forintot. Az egész, hogy kérek 100 forintot azért, hogy eltekertem a csapot, de nem ám aztán 2500 forintot. Szóval a szömtelenségnek is van egy határa, a pofátlanságnak és a szömtelenségnek is van egy határa, hogy 2500 piculát egyébként elkér azért, mert hogy eltekerte a csapot, tehát szégyelje egyébként magát. Mikor nagyon jó tudja, hogy anyámmal is mi van, meg mit tudom én. Na jó van, borozgaták tovább, és ennyi voltam, konyezdá.